Norbit is meg fogom kérdezni, de tudom, hogy azért erről szoktunk általában beszélni. Norbival jó néhány versenyhétvégét megértünk együtt, amikor azért volt hasonló meleg. Tomival még nem versenyeztem. Volt már hasonló hőmérsékletű versenyed, amikor itt közel 40 fok volt a hőmérséklet árnyékban és az aszfalt? Hát azt gondolom, hogy 55-öt is el fog érni vasárnap. Most már 42 van, 10 óra 27 perc körül 42 fokos az aszfalt. Szóval ezek azért az átlag messze az átlag fölött. Igen, ha jól a Robi, bocsánat, Zoli megelésik. Akkor 2 évvel ezelőtt talán Valenciában volt hasonló meleg az úgy van, tehát, úgy van, gatyarohasztó hőség volt, pontosan. Emlékszem rá, pontosan. Hát ott 40 fok körüli volt. Igen, hát ott azért fejfájást okozott mindenkinek a meleg, ott folyamatosan ilyen jeges hűtő mellé volt. Itt az autóban milyen nehezebb, hogy az autóban egyet, aminek megmarad bent a meleg, gyakorlatilag ülünk egy ilyen szaunában, és nem tud semmerre kiszökni. De hát ott van valami légáramlás azért, de viszont rátűz a nap, tehát közvetlenül sisakra süt, azzal nem tud mit kezdeni. Hát mikor állunk egy helyben, az a legkellemetlenebb, mert ugye nagyon, mi kicsit közelebb vagyunk az aszfalthoz, és nagyon érezni az aszfaltból a hőmérsékletet. Tehát volt ott olyan érzés, mintha lüktetett volna a hőfok, tehát, vagy a hőhullám. Annyira forróság volt, hogy tényleg szinte szédült el az ember, és nem tudtunk eleget inni, és nem tudtunk eleget az árnyékba lenni. Ugye ott is elég hosszú a procedúra, mert mi egy külön padokból jöttünk ki, nagyon hosszú volt az út, és rengeteg időt töltöttünk a napon. Én elég sokszor fejfájást kaptam, egyébként sem bírom annyira jól a meleget, legalábbis a napot. Tehát még a meleggel el vagyok, de a napon állni nagyon nem szeretek. Ugye próbáltunk esernyőt tartani, vizes törölközőt, mindent vinni, de hát valamennyire segít, de túl sok minden nem. Nagyon nehéz fizikálisan, én azt vettem észre, tehát azok a versenyek vettek ki a legeslegjobban. Gyorsan rákerestem Valenciára, 2011-es Európa nagy díjra. Sárpiknek adtak néhány utasítást, a 14-es kanyarból kifordulva majd mit kell állítani a kormányos az autón. A verseny napjára már nem volt akkor a hőség, ott csak 27 volt a levegő és 47 fok a pálya hőmérséklete. De ha jól emlékszem, a szombaton volt nagy meleg, ugye akkor ti mehettek a szombaton volt az egyik verseny, a másik pedig vasárnap. Igen, óriási hőség volt. Na, további kérdések, rengeteg érkezik hozzánk, köszönjük szépen, miközben a Mercedes lesz. Kicsit szabálytalan helyről, mert ezt elméletileg a boxes kijárat jobb oldalán kellene elvégezni. Ehhez képest Nico Rosberg megállt középen, akin indult el. Akit az innét még futballozni látunk, nem is olyan régen. Tomasik Patrik kérdezi a Facebookon, hogy mennyi a kerekek hőmérséklete egy gyors kör után? Ez keverék függ, attól függ, hogy mondjuk a Superlight az eléggé föl tud forrósodni. Az itt használt közepes keverék is egyébként. A lágy és a kemény az, ami magasabb hőmérséklet tartományon működik idén. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen gyors kör után szerintem az összes buli 100 fok fölött van, de előfordulhat a magasabb tartományon működő buliknál, hogy 110-115 fok is lehet. Az a baj, hogy egy idő után lehet ennél több is, külön a Mercedes-nél, éppen át a Mercedes-nél hallottuk ezt évközben, hogy rengetegszer kerül szóba a hőmérséklet, és ráadásul nem csak a gumi futófelületi hőmérsékletét nézik, hanem a karkasz, a gumi szerkezeti hőmérsékletet is nézik, hiszen az alapvetően legtöbbször magasabb, mint a futófelületi hőmérséklete. Olyankor fordul elő a úgynevezett kólyagosodás, amit angolul blisteringnek hívnak, amikor melegebb lesz a karkasz, melegebb lesz a szövetlen szerkezete, mint a futófelületét, és tulajdonképpen belülről süti meg a gumit, és választja le aztán a futófelületről. Ez, amivel a Mercedes egyébként nagyon sokat küzd. És olykor szerintem a 130-140 fokot is elérik, és az az, ami már kritikus pont. És pont a képen látható a Mercedesről röppent fel, nem mondom, hogy a pletyka, hanem a hír, hogy egy apró kicsi infrakamerával, az első szárnyon elhelyezett infrakamerával figyelik folyamatosan a gumi hőmérsékletét. Ezt olyan újdonságként, vagy szenzációként tették hírre az interneten a napokban, de hát ez nem egy új megoldás a formájban. Nem csak a formájban használják ezt, hanem a World Series-ben és a GP2-ben is sok csapat már látni, ezt főleg teszteknél. Talán versenyhétvégében nem is engedik, nem tudom, de a teszteknél nem sok csapatnál látni. És egyébként nálunk a Pirelli-mérnök egész mélyen az úgynevezett hőmérőtűt beleszúrják a gumiba, és ott meg kell erősíteni Gábor. Tehát 135-146 között mozgott nálunk. Úgy általában. Az már határeset még a karkasznál is, és a futófelületnél az már végképp sok. Tehát amikor a futófelület még 130 fölé megy, akkor a karkasz már gyakorlatilag elkezd izzadni.
hogy ezek már szerkezetileg sem tesznek jót a gumiknak. Egyébként, ha már szóba esett, a Mercedesnek ezeket a mérési dolgokat a hétvégén, hogy a szabad edzéseken a szabályt nem tiltják azt, hogy bármilyen szerkezetet az autóra tegyenek. Ezek tulajdonképpen tesztek. Így van, ezek gyakorlatilag tesztek, és azért sokszor elő is fordul, remélem, hogy látunk is majd olyan képet a mai nap folyamán, akár az első, akár a második szabad edzésen, akkor akár még én úgynevezett aero rácsok is be vannak rakva az oldalszekrények első része környékére, ahol tulajdonképpen a levegő sebességét és a nyomását nézik, szintén azért, hogy össze tudják hasonlítani a szélcsatorna adatokkal, és az esetleges újításokat megpróbálják úgy belülni, amit Suzy Wolff is elmondott, hogy tudjanak egy olyan viszonyítási alapot képezni a tervezett adatok és a valós adatok között, ami után, hogyha valami, ha minden stimmel, akkor utána minden egyes fejlesztés sokkal egy bűnbizalommal tudnak bevetni, mert pontosan tudják, hogy valószínűleg jól fog működni a pályán. Eddie Lowe, ugye imáron a Mercedes egyik nagy ágyúja, nagy pokonyája, a McLarentől igazolták, és a McLaren megegyezett a korábbi munkaadójával, hogy ne kelljen jövő évig várnia, hanem már idén elkezdhesse a munkát. És az mérnök átigazolási piacról a legkisebb információ, és talán az egyik legfontosabb hír, hogy James Ellison, a Lotus korábbi technikai igazgatója, most már egészen biztos, hogy a Ferrari-nak folytatja a pályafutását, ahogy azt pletykálták itt velük szembe, meg az összes többi padokon a világ. Ferrari abszolút ráfért egy értesítés ilyen szempontból, ezt nagyon-nagyon régen mondom, nyilván a magánvéleményem, de én azt gondolom, hogy ott a technikai csapaton muszáj egy kicsit változtatni, muszáj egy kicsit fölrágni az államvizet, mert évek óta ugyanabban a problémával futnak, ugyanazok a problémákkal küzdködnek, és akármilyen jó mérnökök dolgoznak náluk, valahogy nem talál. Ez olyan, mint egy foci csapattal összevásárolod, szinte a legjobbakat ott fel a dolgozó végszora, amin is érkezett, és mégsem működik csapatként. Muszáj változtatni, és James Ellison az egyik olyan koponyája a mai Forma 1 technikai tervezői szempontból, aki tulajdonképpen aranyat ér a Lotusnál be is bizonyította, és nem véletlen csapott erre a Ferrari. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek nyilván hatása majd csak a jövő évtől lehet, viszont ilyen szempontból jókor érkezik James Ellison, mert a jövő évi autók tervezése és a konkrét építése az most vesz igazán komoly fordulatot, és mostantól kezdve rá az összes csapat teljes erővel koncentrálni. Tegnap este 6 órakor lehetőségünk volt Christian Hornerrel, a Red Bull Racing, az Infinity Red Bull Racing csapatfőnökével egy exkluzív interjút rögzíteni, és pontosan ezt mondta el, hogy azért új a helyzet, és számukra is tulajdonképpen ismeretlen, némileg ismeretlen terepre tévedtek, mert át kell csoportosítani az erőforrásokat, és nagyon okosan kell megosztani az idei autó fejlesztése és a jövő évi autó fejlesztése között az erőforrásokat, hiszen hát alapjaiban változik meg a Forma 1, a rengeteg szabályváltozásnak betudhatóan. Közben van két újabb mérföldünk. Igen, hát ugye azt hallottuk a McLarentől már korábban, hogy ők feladták az idei autót. Ez mindig vissza lehet példának hozni a Brown GP-t annak idején, hogy ők majdnem másfél évet szántak a... Ugye szerintem tudták már ők idében a szabályokat, és az új autóra is tulajdonképpen meg tudták nyerni a világbajnokságot, még úgy is, hogy elfogyott az erőt az év utolsó futamaira. Ez egy nagyon nagy teher, főleg az élmenők számára, hogy áldoz-e valamennyi erőforrást az adott szezonból, és kockáztatja azt, hogy esetleg elbukja, vagy elbukja a harcot, így van a bajnoki címért, és akkor koncentrál a következő évre. Ez mindig egy nagyon nehéz döntés, ugye a legjobb, hogyha mind a kettőre tud erőforrást hozni. De az fontos megemlíteni, hogy múltkor volt szerencsém egy volt Red Bull mérnökkel beszélgetni, a Silverstone-i autócsipi futamon. És ez gratulálunk, bocsánat, Christian Klient, idegenes csapattársadat úgy tettünk helyre, ahogy azt kell. Gratulálunk. Köszönöm. Nekem az a kurodaféle előzés tetszett, az gyönyörű volt, amikor kívülről lehetmatás nem törött mellé, és aztán elég kanyarodtál abban a bal jobb sikámban, az még kívülről is van, ez így mondjam, hogy belülről még jobbot. Belülről még jobbot, igen. Hát egyébként már láttam, ugye az első kanyar bálizte meg Kartikeyan Kurodát, utána ugyanúgy lemásolta a Girelli is, és akkor jutott eszembe, hogy ha ezt így fogja tenni, akkor ugye sebességet fog veszteni a következő rövid egyenesre, és akkor majd a meg itt a példa aztán arról, hogy az ember mehet, hogy mennyi mindenet tud gondolkodni, és mennyire máshogy látja az egészet. Én tulajdonképpen lassított fintként éljük meg az autóval, hiszen a versenyzőhöz képest a többi versenyző körülötte alig mozog, gyorsabb mész, de körülötted a mezőny az igazából minimálisabb változik csak előre-hátra, és egy csomó időt van, hogy nézőjelbe sapkozni fejbe, és pontosan ezek a
fontos dolgok, amit most Tomi említett, hogy ha meglátod azt, hogy mi lehet két kanyarra később egy akcióból, akkor adott esetben két versenyzőről is beugorhatsz, a Bíván Bülön a nagymester a VTCC-ben, amikor úgy tud kijönni egy egyébként számára reménytelenül túlél pozícióban mások csatájában, hogy mind a kettőt lehet válva adja, már ehhez kell igazán sok útig szerint. Na, közben kivére a leggyorsabb kör, egy 24-588-at, 588-at, dehogy szaladottan fele, tehát beszélgetél egy Red Bull, korábbi Red Bull mérnökkel Silverstone-ban. Igen, és nagyon sok érdekes információt mondott, például, hogy ugye magyarázta is, egy egész jó képet adott a fújdiffúzorról és minden egyébről, és abban az időszakban mondta azt, vagy hát azt mondta, amikor ott dolgozott, hogy nagyon érdekes, hogy mennyire előkészítik a munkát a versenycsapat számára, tehát bizony, hogy mindenféle hőmérséklethez kalkulációkat végeznek, és úgymond kész beállításokat adnak a szerelőknek, mérnököknek, amit esetleg módosítanak, de az egy nagyon jó bázisbeállítás, ha nevezhetjük így, és így sokkal könnyebb dolgozni. Na most, hogyha az új autót belevesszük, hogy jövő évi autót ezeknek az embereknek már dolgozni kell, akkor megint felmerült a kérdés, hogy mennyire lesz hasznos, vagy mennyire lesz effektív, ugye, tudatos az adott évi autónak a továbbvitele és a beállítása. Na, Mark Webber Red Bulljáról egy egészen különleges kameraállás, és ha jól látom, ott is össze van kellene a felfüggesztési bizonyos része azzal a bizonyos festékkel. Mark Webber egyébként 2010-ben megnyerte a Forma 1-es Magyar Nagydíjat, és vele is beszélgettünk, a vele készült interjút is láthatják majd. Ugye sokszor elmondta, hogy már jóval korábban meghozta a visszavonulásáról, vagy a Forma 1-ből történő kiszállásáról alkotott és hozott döntését, mint az ominózus malajziai eset megtörtént volna a múlti 21-dikor Sebastian Vettel, annak ellenére, hogy elvileg más beszéltek meg megelőzte őt. Kimi Räikkönen vezet, 50 perccel az első szabad edzés vége előtt, egy 24-588-al. Perez van még egy 25-ön belül a McLarennel, aztán Gutierrez, Maldonado, Rosberg, Sárpik, Van der Garde és Rodolfo González a sorrend. Mark Webber pedig gyaníthatóan most fog összerakni egy gyors kört. Így is van, nézzük, hogyan sikerül az ausztrál versenyzőnek. 1.24.959-szer a harmadik egyelőre Mark Webber. Na, én még akkor picit fiatal pilótáznék, nem csak a fiatal pilóták keresztényvéhez, hanem azért is, mert az előbb láthatjuk, hogy pillanatra képen Alexander Wurzot, aki a hét elején, 3-4 napon keresztül Ausztriában az FIA fiatal kitűnő tehetségek versenyén az egyik zsűri, az egyik döntött volt, a zsűritag volt, és volt a magyar részvevője Major Benedek. Az összes FIA európai tagállam gyakorlatilag 25 országból küldtek fiatalokat erre a felmérésre, erre a megméretetésre, és a litván Ingvars Gerkinis lesz a kiválasztott, és aztán ez tovább megy, ez az egész akadémia jellegű sztori, egész odaig, amíg a nagy döntőig el nem jutnak, az összes pont első egy-egy ember kiválasztva, és aztán annak a versenyzőnek elég komoly segítséget nyújt az FIA további karrierje során. Ugye Major Benedek az, aki kamionnal versenyez kis Norbert csapatát. Pontosan a Roxol Racing kamion versenyző, és nyert is már Európa bajnoki futamot. Mindössze 16 éves. Szóval ott Major Benny is a magyar részről, de innen kicsit akkor kapcsolnék a fiatal pilóták tesztjére, és a Tominak szegezem a kérdés, hogy szerinted egy ilyen teszt, nyilván a lehetőséget kapnál erre, akkor álmaid egyik megvalósulása lehet, legalábbis a Forma 1 felé vezető úton. De szerinted ez milyen lehet? Egy nap alatt arra volt, hogy megmutasd magad annyira, hogy utána te rád felfigyeljenek, ismerve a mai gazdaság és minden egyéb körülményeket, miközben Robin Frins a Formula Renault 3 és fél tavalyi bajnoka, aki az Auber tesztpilótája, éppen most vesztette el a GP2-esülését, mert nincs elég támogatója, szóval magában ez egy elegendő lehetőség, vagy pusztán csak egy mintavétel egy fiatal versenyzőnek, és utána tovább kell szenvedni az, hogy valahogy aztán eljusson a Forma 1. Én kicsit szkeptikus vagyok mindig az egynapos tesztekkel. Inkább csak egy mintavétel, talán mint egy vérvétel, ez nem egy teljes teszt, hiszen ha a saját pályafutásomat nézem, akkor egy pilótáról egy jó képet minimum egy év alatt, de inkább több év alatt lehet kapni, hiszen nem feltétlenül az nyeri meg a bajnokságot, aki egy körön a leggyorsabb. Ott egy jó példa a 2011-es szezon, mikor egy körön a Finn Vajano tulajdonképpen adott nekem 4-5 tizedet folyamatosan, de a versenyek eredményei mindig vagy ugyanott voltak, vagy egy kicsit előtte tudtam végezni, mert annyira vehemens volt is
és agresszív, hogy mindig balesetbe keveredett, összetörte magát. Nem volt jó versenypilóta. Így van, és egy napos teszten, amikor ugye mindenki a saját tempójában zavartalanul autózik, nem lehet felmérni azokat a készségeket, én úgy gondolom, amik mondjuk egy formájhez szükségesek, vagy egy nagyon összetett jó pilotához kell, mert hát érteni kell az autóhoz, tudni kell azt fejleszteni, beállítani, érteni kell maga a versenyzést, intelligensnek kell lenni a pályán, a többiek eszemben jól kell tűnni, kihasználni a lehetőségeket, főleg a versenyhelyzetekre gondolok. A box kivalállásokkal is ugye fegyelmezetnek kell lenni, és azt is el kell tűnni sajátítani, amit nem lehet egy napból leszűrni. És én el is voltam keseredve, mert annak idején nekem volt lehetőségem egy kétnapos gravity tesztre, akkor a Kevin Corius, és nem jut eszembe a franc, a spanyol versenyző neve, akivel én ott voltam, Javier Tarangon volt. Azóta sajnos ugye bezárt a gravity management. Ugye az akkori Renault-nak volt, a Renault F1-nek volt az utánpótlás nevelő programja. Elég Bulliének is volt hozzá közelebb, hogy és ott egy olyan kétnapos teszt volt, ami nem gondolom, hogy fair volt, tehát nem mindenki azonos feltételekkel ment. Nyilván három közel azonos autót hoztak. Mindig voltak jobb idejeik a telemetriában, mint amit éppen futottunk. De a két nap alatt kevesebb, mint egy tized volt három között, és kanyarokra lebontva ezredekről beszéltünk, hogy ki 6000-del, 4000-del, 3000-del gyorsabb. Ebből a sebességet meg lehetett állapítani, de minden nap más volt a sorrend. És minden délután. Így nem lehetett... Melyik pályán voltatok? Logárokban voltunk Franciaországban. Hát ez olyan pályán voltatok, ami egyébként a formautos vérkeringjétek nem nagyon része. Hát alapvetően az egy viszonylag szűk kanyargós pályán. Igen. Nekem jól mindig. Megint csak egyfajta adottság. Ugye az Oli így kezdte a mai közvetítést, hogy miért van az, hogy minden versenyzőnek vannak jobb-rosszabb pályái, szerintem ez mindenkiről elmondható, és nem mindegy, hogy az adott teszt a neked kedvező típusú pályán, vagy éppen a kedvenc pályádon zajlik, vagy éppen egy olyan pályán, ami egyébként jelenleg nem kedvenc. Magyarán szólva egy jó versenyző az sokkal komplexebb annál, mint semmi egyfőre mondjuk tud gyorsan menni egy autó. Így van. Nézzük, a Robin Fringe egy nagyon jó példa, és szerintem ezért kísérlet el nagyon sok pilóta és riporter, és ugye média munkatárs, mert megnyerte a Forma BMW-t, nem tudom, hogy egy évét, közvetlenül rá a Forma Renault 2.0-át, közvetlenül rá a 3 is felett. És ez egy nagyon nagy dolog volt, mert ki ellen nyerte. Mondjuk egy kicsit véleményes lögdösödés után, de hát ez is benne van a játéka. Igen, akik látták, azok emlékeznek, akik az eredményt látják, ők csak a kicsit. És azért nagyon fiatal fejjel is meg tudta oldani a felmerülő problémát. És hát ugye az utódja Fandon csatában van még a bajnoki címért, de ezt megismételni szerintem olyan, mint Schumacher rekordját megdönteni. És mégsem tud előrébb haladni, nagyon nehéz helyzetben van. Pedig úgy tűnt akkor, még a VS-ülös időben, hogy elég magabiztos az anyagi háttér, és jó úton halad a felé, hogy mondjuk ott az menni, hogy ott az utána kerüljön a formájban. A legfrissebb hírek szerint a képen látható Hülkenberg helyére ültetve egyébként, ezt is pletykálják, hiszen ugye Nico Hülkenberg azt talán már ő sem csinált titkot, hogy egy ideje nem kapott fizetést. Na, ez az új ember érkezik majd a délután jelentésen helyére, Dávide Vász, aki rengeteget mutatják közvetítéseken, ezért is érezzük trófeának, hogy sikerült meggyőzni, és nagy szeretettel jön majd ide fel a kommentátorába. Szóval, hogy azt fegykálják, hogy egy Nico Hülkenberg már egy ideje nem kap fizetést, sőt, ez már tény, ezt már ő sem tagadja, és állítólag megállapodott az autóval, amelyet most megment egy orosz befektetői csoport, egy 3 cégből álló orosz befektetői csoport, de hogy lehet, hogy elhagyja a Sauber, Nico Hülkenberg és Fenszere fölmerült az őkortására. Hát az mindenképpen egy nagy elégtétel lenne, mert nagyon szomorúan cíteltek ki a héten, hogy hát úgy látszik, hogy manapság nem elég, hogy bajnokságokat nyerjél, ha nincs pénzed, akkor nem tudsz versenyezni, és ez egyébként tényleg szomorú, tegyük hozzá gyorsan. Heikki Kovalainennel beszéltem egy pár szót tegnap reggel, és ő kerek-terec kijelentette, hogy akár tetszik, akár nem, a fizetést szeretné kapni, nem fog elkezdeni klincselni, nem fog elkezdeni szponzorokat vadászni azért, hogy biztosítsa az ülését. Ha kell a két önemre, hogy akármelyik más csapatokat nagyon szívesen beül, de ő ezt akar próbálja végigjárni. Szomorú, hogy úgy tűnik nyilvánvalóan, hogy a világon uralkodó, vagy éppen végbe menő gazdasági folyamatok, tehát finoman szólva nem kedveznek el ennek a sportágnak, és ezt valahogy túl kell élni. És ha úgy élhetjük túl, hogy
jól eresztett és magabiztos, vagy biztos anyagi háttérrel rendelkező családok, fiatal csemetéi jönnek be ezekbe az autóba, és nem ők a legtehetségesebbek, akkor ezt a békát meg kell nyerni, hiszen ez most úgy tűnik, hogy a túlélésről szól. Igen, és magának a sportág. Valószínű Robin esetében is az lesz, hogy örülni fog és élni fog azzal a lehetőséggel, hogy még ha ingyen is fizetés nélkül be tud ülni egy formális autóban, nyilván egy feltörekvő pilótának ez nem tesz különbséget, hogy kapja érte fizetés, nyilván motiváltak a kap, de elég motiváció az, hogy oda került, ahova vágyunk 10 éve. De egy Kovalainen esete már teljesen más, ugye neki meg kell élni valamiből, a kora sem engedi meg azt, hogy ingyen autózzon. És a top csapatnál versenyzett azért azzal a McLarennel futamot tudott nyerni pont itt a Hungaroringen. Az volt az ő nagy lehetőség, amire így vagy nem tudott igazán élni, tehát futatni az ember van, legalább ezt elmondhatja magáról, de hogyha akkor egy picivel jobban teljesítmények, egy minimál százalékokról beszélünk, mondta a különbségekről, azért Lewis Hamilton már valójuk beleszakadni egy olyan egyszerű csapatásként. De alapvetően még azt mondhatom Kovalainen esetében, hogy neki minden emelkedett. Meg volt a lehetőség, ott volt a nagy csapatnál, azóta elkerült, tehát ő még nem is annyira panaszkodhat, hogy azok a versenyzők, akik lehetőséget sem kapnak. Na, de válaszoljunk a kérdésekre, miközben Sebastian Vettel foglalja el a helyét a bajnoki autóban, ugye itt pedig a fizioterapeutája Heikki Finnországból majd ráadja a sisakot, és akkor megkezdheti a világbajnoki címvédő és a körözést egyetlen körcsön, de négyet már nem bocsánatkozik az a körszámáról, igen. A legkevesebbet Adrian Sutti és még néhányan direzte, és csak egyet ment, a két Force India nem erőlteti egyelőre. Adrian Sutti ugye 100. nagy díj hétvégét ünnepli ezen a hétvégén a Hungaroringen, természetesen vele is beszélgetünk, és majd mutatjuk is. Kérdések. Lakatos Márton Őrstől. Sziasztok! Ha elveszik egy pilóta jogosítványát, akkor az van valami befolyással a Forma 1-es tevékenységére? Nincs. Pályaversenyzéshez nem szükséges. A licensz és a jogosítvány az teljesen más. Két teljesen különböző dolog. Van. Azért is zárt pályás versenyzés, ugye, mert nincs közúti forgalom. Lásd még Major Benedek, jogosítvány nélkül vezeti a kamiont. Teljesen más szabályok érvényesek. Az egyiket elveszik, attól még sofőrrel a pályára kimehetsz, vagy taxival is, ott nyerhetsz még futamokat. Setét Lajos Csaba érdeklődik, hogy egy munkanapon körülbelül hány órát dolgoznak a versenyzők. Suzy Wolf is említette, hogy ha nem a mérnökeivel beszélget, nem a pályán ül, az autóval köröz, akkor esetleg VIP eseményeken vesz részt, tehát nagyon sokat. Elég hosszú egy ilyen verseny hétvégén. Reggeltől estig gyakorlatilag be van osztva. Konkrétan 12 órás munkanapos simán megtalálható a versenyzők időbeosztásában. Valtteri Bottas szélesített ki az egyik anyagot a Hungaroringen, a fiatal finn pilóta. Aztán Vas István kérdés, hogy az üzemanyagot mikor kapják az a csapatok, és kiszállítja le a listálóknak. Hát ugye az a cég, amelyikkel szerződésben állnak, és a verseny hétvége elején kapják meg ezeket az FIA által bevizsgált üzemanyagot. És ugye sokszor beszéltünk már arról, hogy négy liternek ott kell maradnia az edzések, az edzés és a verseny végén mintavételi célból az üzemanyagtankban, ugye, hogy megvizsgálhassák, hogy minden paraméterre megfelele az előírásoknak. Egyébként azért szenzációs itt ülni a Hungaroring kommentátor állásában, mert ilyen láthatósági mellében fehér ringben az a Gary Anderson sétálgat, ott egy legenda, csak így kiszúrtam éppen, hogy elnézte messzebb. Ugye korábban ő sztártervező volt, és a Jordannél meg egyéb csapatoknál dolgozott, egy kiváló mérnök, most pedig a BBC munkáját segíti azzal, hogy a technikai újításokra hívja fel a figyelmét a nézőknek és a kommentátor társaknak. Gary Anderson, Gary Jordan csoda fegyvere volt. Sokáig, sőt, hát ugye Forma 3000-es csapatként kezdték, és aztán onnan mentek Forma 1-be, és rengeteg elképesztő sztori kering, hogy akkoriban a 80-es évek, még egy 90-es évek elején mennyire más körülmények között terveztek meg egy autót, és építettek egy autót. Néha hetek alatt, persze, aztán olyan is lett, de volt, amikor nagyon betaláltak. Ez ma elég nehezen működni, amikor itt július vége fele arról beszélgetünk, hogy majd jövő tavasszal milyen autók gördülnek ki, és már égesség azon dolgoznak, hogy ezek milyenek lesznek. Christian Horner és Helmut Marko beszélgetnek, hogy a Red Bull agytrösztje, és a Red Bull örülhet, hiszen a legfrissebb hírek egyike, talán már önök is hallották, hogy az osztrák nagydíj visszatér a versenynaptárba. Dietrich Mateschitz addig-addig alkudozó görnyek lesz annal, hogy 7 éves szerződést tudtak aláírni. Fontos tudni, hogy teljesen magán pénzből finanszírozza a futamrendezés költségeit, és állja a költségeket Dietrich Mateschitz. Az osztrák szurkolók örülnek, hát az, hogy mi örülünk-e itt a
osztrák pálya tőzszomszédsága van, azt nem tudom, de talán... Szerintem örüljünk. Valamiféle kooperáció is. Közelben találhat még egy futamot, és ugye július 6-a jól rémlik a dátum, amit megkapott a Red Bulling jövőre, tehát július 6 rémlik, egy magyar nagydíj előtt. Alapvetően lehet egy ilyen, ahogy az angol mondja, egy jó kis back-to-back, tehát egy ilyen egymás követő, egymáshoz közel lévő két futam osztrák-magyar. Szerintem a világ egyik legjobban megépített pályája, én versenyeztem lehet a 2011-ben, elképesztő milyen színvonalon van megépítve, hogy lett felújítva az egész pálya. Azt gondolom, hogy mind a versenyzők, mind a nézők maximális kiszolgálást fognak kapni ezen a verseny hétvégén. És egyébként vonalvezetését tekintve számomra az egy érdekes pálya, mert viszonylag gyors, húzós kanyarok vannak rajta, három gyors egyenes, hosszú egyenes is. Tehát még azt mondom, hogy előzési lehetőség is adódik, és egész más jellegzetességeit domborítja ki egy autónak, vagy egy versenyzőnek, mint például a Hungaroring. Ezzel kapcsolatos kérdés Rácz Bálinté. Most, hogy az osztrák nagydíj visszatér, ugye 2014-ben, lehet-e esély olyan pályák visszahozza talán, mint az imolai vagy a Mányikúri versenypálya? Kicsit veszítettünk a végén az utolsó kanyarban, egy picit alul kormányzott volt az autómennyi Andrea Stella felmegkormányzó versenyvérnöke. Én nem nagyon látom azért ezt a folyamatot magam előtt még, hogy az európai versenyhelyszínek most egyszer csak visszatérnének a versenyoktárba. Pontosan a világban végén menő gazdasági változások és folyamatok. Hát ugye azért bőnek azt is bejelentett, hogy lehet, hogy nőnek majd a futamszámon, tehát 20 fölé is elmehet. Egyszer ezt mondta, és aztán másnap már cáfolt a saját magát, hogy 20-ban maximalizálja. Hát nyilván utána volt egy-két telefonváltás, és akkor a 22-ből is hirtelen 20 lett. Ugye ez az idei évhez képest plusz egy helyszín, de ezt tegyük hozzá, hogy valóban hiányoznak nem csak nekem, vagy nem csak nekünk, meg az európai nézőknek a tradicionális európai helyszínek. Az új pályákkal kapcsolatban ugyanazt gondolom, amit az elmúlt évben már többször beszéltünk, hogy jönnek új pályák és mennek új pályák, ez meg Törökország hogy járt, pedig egy nagyon jó pályák. Kínával szenvednek, Indiával kapcsolatban már most zörög a haraszt, Dél-Koreával kapcsolatban nagyon zörög a haraszt. Simán lehet, hogy Dél-Koreát konkrétan fenyegeti ez a veszélyt. Biztozatos összevetve, hogy húzták tőled azt a pályát és semmi közepére. Ugyanakkor jövőre jön Szocsi, ugye Oroszországban. Tehát folyamatosan vannak új jelentkezők, viszont ezek az új jelentkezők nem biztos, hogy meg tudják vetni a lábukat olyan hosszú távon, mint például a magyar nagydíj ugye 28. alkalommal kerül majd megrendezésre ezen a hétvégén. Azért azt mondom, hogy itt azért nem veszik ilyen forrónak ását. Az biztos, hogy aki nagyon akar futamot rendezni, az kellő pénzzel, és most gondolok például az egykori szovjet tagállamokra, ott eléggé nagy a mozgolódás, Azerbajdzsán, Kazasztán. Ők is rajta vannak, Bakuban most már második éve van utcai verseny, ugye még csak túrautóknak, de tudom jól, hogy ott is van egy elég komoly mozgolódás az iránt, hogy semmi pénz nem számít, csak legyen Forma 1-es versenyük. És ezek az új pályák nyilván a meglevő vagy a tradicionális pályákon vehetnek el helyeket. A kérdés az, hogy megveti a lábát ott a Forma 1, vagy jön és megy. És már sokat vettek el, hiszen azért a közel-keleti térség is ugye otthon nem lehet Abu Dhabival vagy Bahreinnel versenyezni sok szempontból. Viszont valóban a kultúrának hát nem annyira szerves része a sportkultúrának, hogy egy ilyen országban vagy térségben a Forma 1, mint mondjuk Európában. Ez egy európai gyökerű sportág, ezt mindenképpen ki kell jelenteni. Az rendben van, hogy Japánban tradíciója van, Brazíliában nagy hagyományai vannak az autóversenyzésnek, de a bölcsője az mindenképpen Európában van. És pont ezért hosszú távon nem fogsz tudni, szerintem sehol sem megyek magát a Forma 1, mert hogy nincs hagyománya, tehát a nézők tartják el úgymond a sportot, hogyha mint Törökországban, hogy nem megy ki senki sem. Én jól emlékszem, amikor az utolsó török futamon ott voltam, és fél órával, 20 perccel a rajt előtt jöttem el, és a fél lelátó üles volt, és nem jöttek szembe a bejárat, mert ezt is senki. Pedig az a 8-as kanyarot Isztambulban, az egy szenzációs kanyar, az egyik legjobb a verseny. Meg kéne egyébként a Hungaroringre, és akkor biztosítva lenne további 50 év is. Válteri Bottas autójára helyezik vissza a megfelelő elemeket, a megfelelő helyre nyilván kijön még a filmversenyző, és hiszen több mint fél óra van még a magyar nagydíj első szabad edzéséből, amelyen Jenson Button vezet egy 23.4.16-os idővel, Romain Grosjean a második a Lotusszal 23.4.73-mal, alig több mint 500 másodperces különbséggel, aztán Alonso Perez Vettel az első öt sorrendje, Sebastian Vettel pedig még mindig nem ment mérkőrt a Red Bull-lal, Alonsoval utazhatunk egy kicsit.
Japánban itt sikerült beállítani, mert most nem nagyon volt a kormányzó. Viszont még mindig elég nagy volt a kormányzó, tehát félig el volt fordítva a kormánykerék, ha mondjuk a Red Bullhoz képes, és az mutatja, hogy valóban mennyire fordulatlan az autó. Ezt szokták nézni sokszor a mérnökök, hogy mekkora az a szög, amivel fordul a versenyző. Kormányszög szerző, ez egy fontos alkatrésze az autónak, abban lehet itt ennek elemet. Akkor is ott az volt, hogy el volt fordítva, nem? Így van, hiába fordult, de mert még mindig ott volt az a indulat az autóban. Dorált az eleje, igen, fordít. Gyönyörű lassítás a Lotusról, bocsáss meg, éles szemű nézőink talán már fölviszülták azt a feliratot a Lotus oldalán, hogy figyeljék, Hungaro Kings, ez a Twitter-e most a jelszava a Lotusnak, ugye a zseniális sajtófőnöke van Andy Kovács személyében a Lotusnak, aki mindig kitalál egy jelszót, és ugye a Hungaro Kings most erre a hétvégére vonatkozik. Na, találta az elejét ott. Találta az elejét. Azt akartam, hogy egyébként vezetés technikailag is ez egy fontos dolog versenyzői szempontból, hogy úgy akkor tudsz igazán gyors lenni, hogy minél kevesebbet kormányzol. Tehát hagyod az autót éppen, hogy csak az irányt választod meg vele a kormánnyal, de utána az autó egyensúlyát használod arra, meg azt, ahogy beteszed a kanyarba, hogy az autó forduljon. Minél többet fordulsz a kormányon, annál inkább lassítod az autót, és annál inkább darálod, írod és fogtatod el a gumikat. Tehát ez egy alapvető vezetés technikai, azt gondolom, hogy fogál, de ez gyakorlatilag a vezetés technikai ABC-nek az A betűje, mert aki ezt nem tudja, az úgysem tud hatékonyan versenyzni. A Pirelli által javasolt nyomások alatt vannak, mintha azt mondták volna Grosjeannak, és hogy a következő etapban majd módosítunk, kicsit emelünk a nyomáson. De érdekes módon erre a hétvégére nem hallottuk a Pirelli által megszabott minimumokat, mint ahogy hallottuk Nürburgringen ugye még a szilvesztori defekteket követően. Nem is írták ki, ott ugye ki írták. Igen, eddig az új gumika nem láttuk javasolt adatokat. Ennek ellenére Pirelli nyilván minden csapatnak egy körlevelet ilyenkor eljutott, hogy mi az, amit az adott pályán ő ideálisnak talál, vagy mi az a minimum, amire le lehet menni. Tomi, mennyit változik mondjuk autó viselkedés, hogyha teszem azt egy tizedpárral csökkented a nyomását, vagy emeled hátul? Pályától függ. A Hungaroringen szerintem nagyon észrevehető, mivel folyamatosan terelve vannak a kerekek. Hát normál esetben, ha csökkentjük, attól függ mi a kiindulás, a nyomás nyilvánvalóan. Csökkentjük a nyomást valamelyest, hogyha meleget mondom, mikor forró, akkor stabilizálni tudjuk, ha emeljük, akkor pedig ugye instabilabb át tudjuk tenni az autó átmiát. Érezhető szerintem egy ilyen ugye 750-800 kilós autónál ez már nagyon észrevehető, még egy tized is, és ugye pont ezt akartam kérdezni, úgyhogy van egy ideális gumanyomás, még van egy viszonylag jó belőtt beállításod, és azt mondja a mérnök, hogy muszáj egy tizedet fölmennünk, annak azért annyira nem örülsz. Hát egyáltalán nem. Egyáltalán nem. És egy tized bárról beszélünk, tehát ezt gyorsan hozzáteszem, hogy utcai autón nem, hogy nem teszel észre, akkor mész el kerekekből belefújni, akkor már legalább fél bárral lejjebb vagy az ideálisnál, akkor szabad szemmel észreveszed, hogy ne túlságosan összenyomott a gumiait. Szóval azért ilyen finomságokról beszélünk, és az egy tized bár azért mondom, hogy ennél kisebb lépésekben állítanak egyébként a csapatok, tehát néha századbárokról beszélünk, vagy 500-bárokról. Ez is azt jelzi jól, hogy mennyire a végletekig a teljesítményre kiegyezett autókat látunk itt egy-egy ilyen verseny hétvégén. Szolnoki Péter technikai, televízió technikai jellegű kérdése. Az autón lévő kamerák képe milyen adatátviteli módszerre jut el a stúdióba? Például a fejkamerák, vagy a keréknél a szárnál lévő kamerák felvétele. Hát ezek sima rádiófrekvenciás kamerák, ugye egy rádiófrekvencián juttatják el, vagy egy az FOM központ, amelyet itt építenek föl egyébként a Hungaroringen a pályakórház és a főépület között egy nagy szürke légkondicionált, nem is tudom, picit több, mint a sátor, de nem sokkal, egy hatalmas alapterületű központ, onnan megy a világ közvetítés. Innen pont nem látjuk, hogy lesétálunk, akkor én megmutatom nektek, ott vannak a FOM televíziós szakemberei. Azért néztem ki, mert úgy mutogattál, mint aki látja, de tudtam, hogy csak képzeltem. Csak az irányt, csak oda képzeltem. Valami új nyitás nyílt itt a cél egy Aztán nézem, hogy az első három garázsajta le van húzva, de ugye az a safety car-nak, illetve a gépátvételi helyszínek a garázsa, tehát semmi. Igen, hogy ellenőrzik az autókat, ott van a mérlegelés is például. A versenyre hány liter tankolnak az autó? Ezt kérdezi Juhász Krisztián, nem először meg, hogy már fel ez a kérdés. Hát, hogy milyen pályán, milyen
fajlagos fogyasztás van az adott pályán az autónak, hogy hány százalékban állnak a padlógázon. Monzában akkor a legtöbbet, hiszen ott a legmagasabb a fogyasztás. Monakóban Hungaroringen a legkevesebbet. Ez ilyen 180 és 200-210 liter közt lehet attól függően, hogy mennyit fogyaszt az adott autó, az adott motorral és milyen pályán. A légvevővel kapcsolatban hívták fel valamire kivirejtőnek a figyelmét, hogy ki kell állnia, illetve át kell nézni a mérnököknek a Lotust. Ha már James Ellison és a Ferrari szóba került, mondja Nagy Gábor, azt olvasom, hogy Rory Burnt is visszahívták, akinek a segítségét kérik a jövő évi autó tervezésében, igen, lehetett ezt hallani. Már év elején kérdezik. A Ferrari egy ekkora kíriusztal és Ellisonnal kiegészülve maga biztosan vághat neki a 2014-es szezonnak? A magabiztosság mindig ott van egy szezon elején, illetve egy szezonra történő felkészülés közben. Az első futam, első időmérőjét mindenki magabiztos lehet, és onnantól jönnek a problémák, amikor már nincs hova bújni. De a csapatok ezt előbb megtudják, az első tesztek alatt kiderül egyébként, hogy az autó mennyire sikerült jól, vagy mennyire problémás. Vas Krisztián kérdése, nem zavarja a helyi lakosokat ez a nagy hangzavar a Hungaroring körül? Mi nem vagyunk magyaródi lakosok, ezért nem nagyon tudjuk ezt megmondani, de szerintünk egy évben egyszer azért ki lehet bírni. Hát az elejéről nem maradtam, de valamit a pedálokról beszélt. Igen. Lecsúszik a lábam. Igen, mintha a cipőre panaszkodt volna, hogy lecsúszik a pedál. Hogyha vizes lenne a pedál, vagy a cipője, én úgy hallottam. Nem törölték meg tisztességesen, mielőtt beállt az autó, hogy ezt a számtalanszor látjuk, főleg esős versenyeken, hogy a fiziók vagy a mérnökök alaposan áttörölgetik szárazra a pilóták cipőjének a talpát. Rubin Dániel már válaszolt is a Facebookon. Én itt lakom a pályától 1 kilométerre, engem ebben a zavar pályáfogott vagyok. Köszönjük szépen! Meg is nyugtatták ki, hogy minden rendben levőnek látszik, pillanatnyilag miért kell aggódni. Elég ingerülten tud kiabálni rejtőnek. Cipőjét nem látják meg a pedálok. Kívülről rendben van. Én hasonlóképp jártam, amikor a VSR autóban úgy éreztem, mintha a rádió, hogy valami folyamatosan ütni a lábamat egy magamnak. Szóltam, hogy ott valami nincs rendben, ott minden rendben van. Megállapították. De te nem úgy éreztem. Én nem úgy éreztem, de hát. Én egyszer a Suzuki-ban nagyon amatőrből a mobiltelefonomat hagytam bent, és itt a Hungaroringen azt éreztem, hogy minden kanyaron átcsapódik a másik oldalra. Ennél sokkal jobb sztori már Robert Kubicával még a BMW-s korszakában, a Bahreinben. Úgy van. Akkor kiment a szabad edzésre, és ott az 5 bekötő szerelőnek a mobiltelefonja a szerelő zsebéből beesett a pilóta kukfében. És Kubica a szokásos, aki emlékszik rá, kicsit ilyen enervált, mormogós hangján visszaszólt, van egy mobil a fülkében, mi legyen? Mondta neki, hogy ne törődj fel, és fogta magát, és úgy, ahogy volt, kiment, mint a box kiállásra ment, mert nyilván szabad edzésre nem volt akkora probléma. Megállt a box előtt, kidobta a telefont, és ment tovább. Ez a leggeniálisabb emlékezetesen volt. Emlékezetesen finom a faxot. Tomi, fogyasszál vizet nyugodtan, hidratálni kell a nagy hőség, vigyál nyugodtan. Jó, csinálj. Mennyit iszol egy hétvégén egyébként, hogy ilyen meleg hétvége van? Hát napi maximum 5-6 kulacs, az olyan 7,5 decis kulacs, megy le. 3,5-4 liter. Tehát normál esetben egyébként ilyen 4-5 kulacsnál megáll. És figyelsz arra, hogy folyamatosan így áll, vagy azért ilyen, hogy figyelmeztetik el rá, hogy Tomi itt áll? Most már egész jól rászoktam. Az elején nagyon mindig a kezembe kellett adni és lögdösni, hogy igyak. Most már megszoktam, néha csak azt veszem észre, hogy csak iszok, és akkor egy fél óra alatt elszertem. Igen, ez érdekes egyébként, nekem is 7 decis a kulacsom, és az nyilván 24 órás verseny, tehát hosszabb távú verseny, fontosabb egy VTCC futam, 30-35 perc, az annyira nem megterelő. Viszont mondjuk, amikor egy 2 órás etapot vezetsz egy 24 órás versenyen, ott nem mindegy, főleg melegben, hogy van-e veled inni való. És mondjuk ez a 7 deci olyan soknak tudik elsőről, hogy hát ez a 7 deci folyadék, 7 deci inni való, vagy izotóniás ital van, látozom, ugye el vagy. Észre nem veszed az autóba, és hogyha nem figyelsz, fél óra alatt csinál meg, viszont és a maradék másfél malott, vagy gyakorlatilag száraz, úgyhogy azt is éppen, hogy tudni kell jól behoztani, hogy az a hétet az adik kapcsol ameddig. Felmerült egyébként korábban kérdésként itt a Facebookon is, hogy Red Bull tihatnak-e a versenyzők, vagy akár milyen
energiaitalt, akár a bőrt is mondhattam volna, az is támogatja ugye a Forma 1-et, legalábbis a Lotust. Hát egyrészt ugye azokban a kulacsokban nem feltétlenül az van, ami a kulacsra van írva. Ezek nagyon jó reklámhordozók, de természetesen nem az van benne. Másrészt talán a Taurinak nincs rajta a dopinglistán, de erre most nem esküszöm meg. Nem is innen, a fizikaterapeutáiknak is engednék, hiszen az rossz, az kifejezetten rosszabb tesz. Tehát nagy tisztelizet visznek, az esetek nagy részében pedig speciális keveréket készítenek, tudjuk mindenkinek személyre szabva, mire van leginkább szüksége. Az ásvány is sokat vesz, tehát ugye, ahogy ízetsz folyamatosan. Ilyen izotóniás sportitalok. Izotóniás italok, de mondom, ezeket leginkább keverik. Tehát a formányban azért mindenkinek van személyedző, és a személyedző erre nagyon odafigyel, ismerve akár a saját életedet, tulajdonságait, és hogy mi az, amire leginkább szüksége van. Egyébként ezek nevezve, ezek nagyon fontos részei a felkészülésnek, és ha már az autókat ilyen szinten dollár milliókért reszelgetik, ezredeket keresgetnek, a versenyzőben a teljesítményében vagy a teljesítmény esésében a 100%-hoz képest sokkal több, amit egy adott autó apró alkatrészére. Azért nevettem egyébként, eszembe jutott az a Fritz Schumek, aki ugye az Univerzum Box Promotion-nek volt a legendás edzője, Erdei Zsoltot is edzettem, egy Mihály Cseszki, Kopót és így tovább. És hát ő kísérletezett folyamatosan ilyen italokkal. Volt olyan, olyat ittatott Zsoltiékkal, hogy vörösbor, nyers tojás, nem tudom még milyen. Azt mondta Zsolt, hogy borzalmas, alig bírta letolni, de akkor arra esküdött az öreg, és azt kellett. Nem csak összegény zoki keret majd ki. Lehetséges, igen. Igen, hát itt nem ennyire egyszerű volt a helyzet. Vörösbor és tojás. És nyers tojás. Erre emlékszem. Fekötés kell vége lenni a versenynek. Egyébként én tapasztaltam azt is, amikor csak vizet ittam, és akár mennyit ittam egy nap, ez még talán a gépi áram legelején volt, nagyon nagy berekben volt Portugáliában, hogy hiába ittam rengeteg vizet, egy idő után megfájdult a fejem, és semmit nem tudtam vele kezdeni, még délután 2-3 órára már teljesen kész voltam, és akkor figyeltük igazán oda a problémára, hogy ott van nekem az fontos sorhatás, vagy ki mostat magad vagy gyakorlatilag a vízben. Vitaminokat, hogy meglegyen az energia és a szervezetnek minden szükséges. Tehát ahogyan az autókat is kihegyezik a legnagyobb teljesítmény adására, úgy az emberi szervezetet és a versenyzők szervezetét is, és fizikumát is maximálisan föl kell készíteni erre, hogy a lehető legjobb teljesítményt adják be. És ugye hát ne fáradjanak el fizikailag, mert a fizikai fáradtság az mentális fáradtság az, és rossz döntésekhez vezet. Egyébként mondanunk sem kell, hogy a pillanat, hogy a másodperc tört része alatt kell adott helyzetben döntésekhez. Igen, és sokszor a pilóták egyébként, mikor nem a versenypályán vannak, akkor a főhadi szállásokon a mérnökökkel együtt is dolgoznak, mert fordítva is igaz, tehát a mentális fáradtság ugyanúgy lehozza a fizikálisat, és mind a kettőre arra kell figyelni, ezért nagyon fontos mindkét training. Na még egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mi történik, ha rosszul van a versenyző futam közben, akkor kiszáll és egyszerűen nem folytatja, vagy később visszaül? Hát, hogyha nagyon rosszul van, akkor nyilván nem erőlteti. Erre egyébként idén is láttunk már példát, nem is tudom, talán Gutierrez hagyott ki egyszer egy edzést, vagy Ánemes Bianchi volt rosszul, így van. Bianchi volt rosszul, legutóbb asszem. Így van. De erre van egy, erre is van egy eklatás példa. 2007-ben talán Fujiban, az esős versenyen, amikor Vettel neki ment Webbernek, és ott vége lett a versenyünknek, akkor Webber rosszul volt már a futam elején, lehet, hogy valami kicsit állott a sushiba boltot előző este. És konkrétan nagyon rosszul volt már, például olyannyira, hogy az egyik biztonsági autós fázis alatt, vagy a biztonsági autós fázis rajtolt el a mezőn, ugye akkor volt az eső, konkrétan azt mondta a mérnöknek, hogy belehet a sisakba. Tehát utána el is mondta, hogy annyira rosszul volt, hogy azok gondolkodott, hogy kiálljon, és ennek ellenére tovább ment, és aztán ugye meg is nyerhette volna a futamot, hogyha Vettel akkor nem intézi el ott a Hamiltonnak köszönhetően, tegyük hozzá, mert Hamilton volt, aki összehozta azt a helyzetet a biztonsági autó mögött, de konkrétan a márkában ott tényleg annyira rossz volt, hogy lehet, hogyha az nem eső és futam, hanem egy száraz meleg futam, akkor lehet, hogy ott ilyen. Pap Nándor kérdése, hogy az F1 miért nem vezeti le a forgó HD kamerákat az autóban a nézők jobb kiszolgálása érdekében, miközben Hamilton ismerkedik a Hungaroring 2-es kanyarjával, ha jól láttam. Igen. Az IndyCarban 2008 óta használják már, és teljesen más perspektívákat tud adni az ilyen kamera. Azt tudni kell, hogy Bernie Eccleston rettentően konzervatív, de azért a HD-ra is évek alatt beszélték rá a formai kereskedelmi jogainak biztos, vagy tulajdonosát, és ugye a közvetítési jogok birtokosát.
Szóval nagyon-nagyon konzervatív e tekintetben, és nem nagyon szereti ezeket az újításokat. Egyébként pedig valóban, hát én magam is nézem ezeket a közvetéseket, nagyon szép, amikor átfordul a kamera egy előzés közben. Igen, és Amerikában a hirdetések, a reklámok is úgy vannak az autóra rakva, hogy ahol a kamera van, ott fordítva rakják fel, hogy a kamerán látszódjon a felirat, hogy ez a Forma 1-ben be is van tilt, vagy konkrétan van egy szabály, hogy nem lehet úgy felrakni a feliratokat, hogy a kamerának kedvezze. Tehát neked az Infinity-t azt most úgy kell olvasni, ahogy az szemből jól látható, és neked kell fordítva. Ahogy a mentőautót. Pontosan. Ha már a mentőautó, az imént egy háttérben látszott egy rendőr, vagy egy mentő motor letámasztva az autó a pálya szélére. Igen. Hülkenberg állóra fékezte. Az átfedésre figyelmeztették, ne használja a gázpedált és a féket együtt. Ott a mentőmotor, most látszott a kanyarban. Magyarországon először használják ezt, hogy nem csak mentőautók és gyors beavatkozók vannak, hanem mentős motorok. Minél előbb odaérjen, és az első ellátást ezt meg tudja adni. Elsősorban nyilván a versenyzőknek. Úgyhogy ez egy különleges újítás, egyébként ezzel majd tervezünk is foglalkozni egy kicsit, mert sokkal fontosabb annál, mint azt az ember első hallásra gondolná. Kovács Nikoletta, a Forma 1 rendezője, aki összeállítja azt, hogy mit látunk, az minden versenyen ugyanaz a személy, vagy mindig a helyi televízióktól kerül ki. Volt olyan időszak, amikor az úgynevezett host broadcasternek, tehát a vendéglátó televízióra kellett közvetíteni, úgyhogy a magyar televízióban már remélve az legendává vált, aki szenzációs közvetítésekkel ajándékozott meg nem csak minket, hanem az egész világot. Aztán erről leszoktak, és most már 2-3 ember van a FOM részéről, akik felváltva rendezik, tulajdonképpen ugyanaz a szűke csoport. De itt... Nem baj, mert azért volt egy-két olyan főleg távol-keleti futam, ami ezért kívánni valót hagyott maga után. Soha nem fogom elfelejteni, Malajziában 2002-ben talán az osztrák rendező vörös fejjel üvöltött a maláj operatőrökkel, akiknek próbálta elmagyarázni a Forma 1 miben létét televíziós szempontból, ott hátul a televíziós főhadiszálláson, és aztán hát le is álltak ezzel. Közben hát két Red Bull az élen, Fettel 1.22.7.23, Webber 1.22.9.82, ők ketten vannak 1.23 alatt, Räikkönen és Alonso sincs persze messze 1.23.0-val, viszonylag szoros még a mezőn, Button, Sutil, Rosberg, most van egyébként az a része az első szabad edzésnek, amikor már az egész mezőn kint a pályán, és most már tényleg elkezdték az érdemi munkát, hiszen az elején a kicsik letisztították, letakarították a pályát, most már lehet egyre inkább nő a tapadás, persze folyamatosan a verseny hétvége során egyre jobb lesz majd, és lehet a versenyetapokat, lehet a megtapott állapotban a versenyszimulációkat futni, aztán majd a második szabad edzésen. Ilyenkor jellemzően egyébként nem kerül még fel a lágyabb keverék, ilyenkor a csapatok nagy része a keményebbik verzión, ami itt most a közepes végzi a munkát. És bár nem ez volt az eredeti terv, bocsáss meg, hogy beszólok. Így van, aztán végül is változtattak, és azt gondolom, hogy jól tette a Pirelli, hogy maradt az év elején eredetileg tervezett lágy és közepes keveréknél, és aztán a második szabad edzést lesz majd az, amikor a lágyabbik keverék is majd pályára lép. A két Red Bull tehát elől, 1.22.7.23 Vettel ideje, csak összehasonlításképpen a körrekordot Mihály Schumacher rajt tartja, futamon futott leggyorsabb körre Mihály Schumachernek 2004-ből származik, 1.19.071-jel, az abszolút körrekord itt a Hungaroringen, szintén abból az évből Rubens Barrichello nevéhez fűződik, ő 1.18.4.36 alatt ért körbe, tehát 2004-ben. 44 fokos most már közben az aszfalt hőmérséklet, tehát 5 fokot nőtt a szabad edzés megkezdése óta, de ugye 39 fokkal kezdtünk, és még mindig csak 4.12, és ma ilyen 34-35 fokot jósoltak. Megy ez még följebb. Hát, és ma mondom, ma van a leghidegebb nap ilyen szempontból, a hétvége folyamán egyre följebb húszunk. Hát fiúk, nem szeretek tippelni, de mondjuk ezt mondjuk bátran megmerem tippelni, mert mindegy, hogyha elvesztem. Mi lesz a maximum aszfalt hőmérséklet a hétvégén? Most 44-nél vagyunk.
Én azt mondom, hogy nem dől meg a 2005-ös Bahreini rekord, ami 55 volt, 53. Én megkockáztatom az 55-öt. Én is ezt akartam, akkor megyek 56-ra. Jó, csak enyém az 56. Na, akkor ezt majd a végén kérdezzük, még a Norbitól is kérdezünk, remélem, hogy 54-et mond. Gábor 56, Tomi 55, én 53-at mondtam, és akkor Norbival még majd mindenképpen kitöltetünk egyet. Egyébként ugye az az operatőr, aki megsérült a Mark Webber autójáról leszakadó kerék miatt a Nürburgringen, egyre jobban van, és a tervek szerint Szingapurban tér majd vissza. Szabó Bicók Szilárd első kézből származó információja a Box utcából, és mi látjuk, kedves nézők, nem, hogy Fernando Alonso hagyta el éppen a garást a Ferrarival. Ha már az volt hőmérséklet, ez csak egy érdekesség. Tudjátok, hogy mi volt a valamit legnagyobb aszfalt hőmérséklet? Nyilván amióta mérik Form 1-es futamon. Detroit 84, az a bizonyos, amikor az aszfalt... Úgy, és mennyi volt? 60 körül? 66 fok. Azt a mindenit. Igen, Detroit 84. Azért az egy... John Townsend barátunk ott volt azon a versenyen, azt mondta, hogy konkrétan tojás lehetett sütni. Én pont ezt akartam mondani, hogy akkor viszont egy gyönyörű anyagot csinálhatnál, hogy megmondani, hogy két tojástől fölver, és megnézzük, hogy mennyi időt lesz belőle. Na, ez valami. Na, oké, akkor a tippelés. Tehát Schüller Máté kérdezi a Facebookon. Nem akarok megint tippelni. Szerintetek nagy kérdés, ugye, hogy Ricardo vagy Kimi ül be Webber helyére jövőre a Red Bull? Vagy a Christian Horner is azt mondta, hogy erre a két pilótára szűkült tulajdonképpen a lehetséges utódok száma. Daniel Ricardo, aki lehetőséget kapott a szilveszteri fiatal pilóták teszi a Red Bull-nal, ez is egy árulkodó dolog volt, de lehet, hogy éppen ezzel akarták elterelni a figyelmet Kimi Räikkönen leszerződtetéséről. Szerintetek? Tippeljek, szerintem Räikkönen. Szerintem nem, soha nem Räikkönen volna. Továbbra is tartom. Érdekes. Tomi, legyél a mérleg nyelve, úgyis középen ülsz. Mondj egy harmadik nevet, és akkor nem jöntesz. Christian Horner, úgyis ment. Hol van 3000-ben? Kicsit bővebben mennék bele, ha lehetséges, mert Norbival erről beszélgetünk. 12 perc, 48 másodperc. Legalább. Jó, Norbival erről beszélgetünk, mielőtt feljöttünk ide a kommentátorállásba, hogy melyik megoldás mit hozhat magáival, ugye? Hogyha Räikkönen jön, neki valószínűleg nincs túl sok éve még a formájában, 3-5 év maximum, amit fog teljesíteni. És mi lesz akkor, ha mondjuk egyszerre lép ki Räikkönen és Vettel, mondjuk úgy gondolja, hogy 3 év múlva, 2 év múlva ott hagyja a Red Bull. Mert akkor a Ferrari azért csak csábító minden volt a számára. Így van, és hát egy idő után új motivációt kell neki is keresni. A másik megoldás lehet az, hogy Ricciardot teszik oda, vagy Ricciardót, és akkor ugye, ha Vettel megy, már akkor van egy úgymond beszoktatott, kinevelt pilóta. Ezt nem tudok belelátni, és nem ismerem teljesen a részleteket, hogy helyesen tudja mérlegelni a helyzetet. Én inkább Ricciardót választanám, már azért is, hogy bizonyítsam azt, hogy igenis megvan az a folyamat a Red Bull neveléskolájába, és nem véletlenül lépteti a pilótáit előre. Én megmondom, mi lesz a pilóta, és körülbelül kitaláltam a pontos procedúrát, közben próbálok, most már ez, lehet, hogy hangom is veszi. Ha gondolod, összehozlak Kornerrel egy kávézást, ha elmondod neki a képletet. Elmondom, mire én mit választanék megoldásra, azért, hogy Ricciardónak se legyen valaki kedvéért, hiszen a Toro Rosso előbb-utóbb mindenki úgy érzi, hogy a parkolópályán el vagyunk a B csapatnál, de szeretnék előrelépni. Kimi Räikkönent leszerződtetném, mondjuk egy két éves szerződéssel Vettel mellé, és a Kimi Räikkönen megüresedett helyére Lotusba, a rödós kapcsolatok okán fognám is betenni a Ricciardót, ami egy előrelépés lenne neki ilyen szempontból. És aláírálhatná vele egy előszerződést. És abszolút, tehát megtartanám a csapat kötelékébe, de a Lotusnál mehetne még itt két évet. Ez tetszik, ez jó. Ott egy picit még fejlődhetne, és utána teljesen készen ülhetne be a tutiba. Na, akkor... Meggyőztelek? Oké, összehoznak Christian Horneret. És Dittin Matasice, illetve... Mondom, 10%-ot kérek az egészből, és... Megbeszéltünk, ugye, megvagyunk. Jó, én azt mondom, hogy Kimi Räikkönen valamiért azt érzem, hogy nem fog a Red Bullhoz igazolni. Én a Ricciardot tartom, hogyha siessetek. Akarsz fogadni? Nem szeretek fogadni, csak hogyha biztos ennyire. Ja, mert én felajánlottam, hogy fogadjuk, mert olyan érdekes ez a kérdés. Elfogadhatjuk egyébként. Na. Menjünk el, és kérdezzük meg Kimi Räikkönen. Oké.
kérdezzük meg. Úgyis az a fajta, aki szívesen beszélget, és elárulja. Nézd, Zoli, egyébként egy hülye újságíró kérdésre lehet, hogy nem mondja meg. Ne megyünk és megmondjuk, hogy ki mi fogadtuk. Igen, most nekünk tudni kell. Ígérjük, hogy nem mondjuk el senkinek, de nekünk tudni kell. Csak annyit mondunk el, hogy ki nyerte a fogadást. Nem tudom, most Daniel Ricciardo egyébként is széles mosolyba húztál, ezt tegyük hozzá. De hogy most valahogy az a mosoly az még őszintének tűnt. Tudod, mit érzek egyébként? Most nagyon fönt van a hullám tetején Daniel Ricciardo, jó formában jó futamai voltak. Én azt hiszem, hogy most Verni vissza van. Igen? Valami azt hiszem, hogy jön Zsánerik megnek megint, most ő kerül majd megint egy olyan állapotban. Vannak erre, hogy pont Christian Horner azt nyilatkozta tegnap, hogy Zsánerik nem érett még a Red Bull-os ülésre. Kettejük között egyébként van ez a dolog visszajáték, és a csapaton belül érdekes figyelni, ugye ez erről is szólt volt már korábban, hogy ahol engedik versenyezni a pilótákat, és azért ezek többnyire a közép vagy inkább kis csapatok, azért jó ezt látni, és Verni valóban jött már vissza többször is idén, tehát volt, hogy Ricciardo volt lendületben, ahogy te mondtad, és aztán Verni visszavágott, tehát abszolút képes rá a franciáit. Na hát ezt már meglátom. Német Balázs kérdezi, hogy a Marussiánál a Kubi belső felé mi volt az a zöld festék, talán később kapcsolódott a közvetítésünk, hogy ez az áramlás jelző festék új alkatrészek kezdtelésénél használják a csapatot és a mérnökök. Szenzációs passzítások egyébként. Picit még leér a fenéklemez. Ilyenkor kell tekerni néhány millimétert a hasmagasságon, vagy a rugón keményíteni, de az mondjuk a Hungaroringen jellemzően inkább a hasmagasságot emelnék, mert a lágyugó az nagyon szükséges az, hogy jó tapadás legyen az autónak, főleg ezekben a lassú kanyarokban. Még egy gondolat erejéig kérjük vissza, hogy erre a bizonyos leszakadó kerékre a Hungaroringen és a következményekre. Hoztak egy szabályt, ez egészen friss, hogy bármikor a hétvége folyamán, ha ez megismétlődik és megtörténik, egy versenyzővel, akkor a csapatot, illetve a versenyző 10 rajthelyes büntetéssel sújtják arra a versenyre. Amiről lehet vitatkozni, hogy jó-e vagy nem, mert miért büntessük kétszer a versenyzőt? Szerintem ez irracionális. Amit nem ő követett el, itt inkább arra akarják kényszeríteni a csapatokat, hogy tulajdonképpen húzzák meg azokat az anyákat. Az is felmerült, hogy meghatározzák, hogy mennyi időt kell minimálisan eltölteni egy box kiállásnál a box utcában, hogy mindenki valóban meg tudja csinálni ezeket a kerékcseréket tisztességesen, aztán ezt elvetették, néhányan támogatták, néhányan ellenezték, és maradt ez a 10 rajthelyes büntetés, ami valóban hát nem feltétlenül jó üzenet a pilóták részére. Hány pedál van egy F1-es autóban, kérdezi Kecskeméti Márk. Hoppá! Márk, befel, oda néz! Nem, az egy Toro Rosso, csak Webert írják még Zsánerik Verni. Az nagy lendülettel jött. Ez a 4-es? Igen, jó bukótér. Ritkán szoktak oda így megérkezni egyébként, tehát általában pont tegnap, amikor a pályabajárást csináltuk, amikor hogy látnak kedves nézők valamikor a hétvége folyamán, sőt, ez tegnap előtt volt, akkor pont azt néztem a 4-es könyvben a Menszelbe, hogy amióta ott a Schroederes bukótér helyett az hatozott bukótér, hát az a kanyarnak igazából a méregfogát részben kivették. Ugyanolyan nehéz bemenni, viszont a hibát nem bünteti annyira. Mondjuk futamon valaki egy ilyet előadta, mondjuk azért az egy komolyabb időveszteség. Minden esetre az látszik, hogy így meg lehet azért alapvetően még egy ilyen dolog után is tovább lehet hajtani. Ami persze nem rossz, mert egy baleset esetén azért itt láttuk már jó néhány nagy balesetet a 4-es könyvben, ugye ide csapódott ki Felipe Massa az emlékezetes 2009-es balesete után. De itt volt rá a Furman óriási balesete is, tehát azért arra az aszfaltozott bukotére azért van szükség ott, és nem baj, hogy nem van aszfaltozva. De ilyen szempontból nem olyan nehéz a kanyar, mint amilyen nehéz volt annó még, amikor a Schroederes bukótér volt. Hú, pedig mennyire nehéz a kanyar. Hát én ugye személyes tapasztalatokat szereztem. Az igazán lúzerek, mint én, a belső oldalon törik már magukat. Hát én oda még nem láttam Form 1-es pilótát esni. Tehát amikor ismerkedtem a Slick Kubik viselkedésével, az egy borzasztó pillanat volt, és szó szerint arcul csapott a valóság. Elég nagyon csattant. Na de ebben nem menjünk vele. Szóval hány pedál van egy F1-es autóban? Hát általában kettő, ugye bal lábbal fékeznek, bal lábuk a féken, jobb lábuk a gázon. De többször láttunk már ilyen technikai rajzokat, hogy egy-egy kiegészítő pedál például aerodinamikai segédeszközök működtetésére volt a lábuk. Hogy, hát a Ferrari a DRS-ét lábbal aktivizálja, tehát a versenyzők nem kézzel, hanem lábbal aktivizálják a DRS-t. De hát ez nem egy olyan, tehát a vezetéshez kapcsolódó pedál konkrétan kettő van. A fék és a gáz, és van fönt két, hát mégis pedál a kormányon, a kukunk pedál, mindkét oldalon van egy-egy. Amit az ujjukkal működtetnek. Amit úgy van, amit kézzel ujjjal működtetnek a rajtnál, és felindulásnál, megállásnál. Négy pedál van a kormányon, mert ugye a váltás is van. Igen, gyakorlatilag van a két váltó fül fönt, és alatta van két oldalt a két
kuplunk fülecske. De a kuplunkat természetesen csak elindulásnál használod. Igen, és ott is azért van kettő, mert hogy ugye ha jobbra vagy balra fordulnak ki, illetve hát, hogy kinek melyik esik jobban kézre. Igen, tehát hogy minden pillanatban el tud érni bármelyiket, illetve a rajtnál használják ezt már Zolival egyszer kielemeztük, hogy a rajtot úgy csinálják meg a dupla kuplunk pedálnak köszönhetően, a kézi pedálnak köszönhetően a versenyzők, hogy az egyik pedállal megkeresik a kuplunk fogáspontját pont amikor befogja, és a másikat utána teljesen behúzza. Onnantól kezdve teljesen behúzott, tehát kinyomott kuplunkkal vagy, és a rajtnál csak azt a kezüket engedik el, ami addig teljesen be volt húzva, és a másik kezük ott tartják a fogáspontot. És abban a pillanatban, hogy adod a gázt, tökéletesen indulsz el, mert rögtön megvan a fogáspont, nem kell megkeresni. De azért ez elmondani egyszerűbb, mint ezt gyakorlatban megcsinálni, ezt azért gyakorolni kell, viszont hogy valakinek ez nagyon be van lőve, akkor tökéletes rajtot tulajdonképpen fog. És ugye ezt kell leprogramozni előre a versenybérnököknek, vártunk már arra is példát, talán már neve egyik elrontott rajtja után, és kivirányítani, hogy bocsánat kértek, konkrétan azért, hogy rosszul programozták a kuplunkot. Tehát a két Red Bull az élen is, talán ez most már nem fog változni, már azért figyeljük, hát nem látja, hogy a Gellán most már egészen más programot fut a Red Bull-al. Sebastian Vettel egy 22-7-23-mal vezet, Webber a második, Räikkönen a harmadik, Alonso a negyedik, Grosjean az ötödik, Jenson Button a hatodik, ez mindenképpen pozitív meglepetés, és Sergio Perez is ott van csapattársában, legjobb 10-ben, Vodafone McLaren Mercedes mexikói pilotája a 9-dik, aztán Sutil a 7-dik helyen, Nico Rosberg a 8-dikon, és Maldonado zárja az első 10-et, és dicsérjük meg ezt a kutyérezt, és aki a 11-dik nagyon jó helyen van, mint ahogy a Valtteri Bottas is megérdemli a dicsérő szalakat, a 12-dik a film. Bottashoz képest azt hiszem, hogy Maldonado hol van? A 10-dik. Run as long as you, Lewis. Nobody else has run the tire as long as you have. Figyelgetik egymást, hogy ki mennyit használja a gumikat, és mennyi ideig vannak ki. Hamiltonnak szóltak, hogy senki nem ment ilyen hosszan adott szettel, mint ő. Sutillal majdnem összeértek. Hamilton és Adrian Sutil. Úgyis már hiszen Lewis Hamilton már 26 kört tett meg a közepes keverékeken. Hozzá legközelebb most már gyors pörgetéssel Rosberg 24 kör szintén egy csapattárs. Mercedes dolgozik a legtöbbet, mint ahogy ez várható is volt, hiszen ott nem vettek részt a fiatal pilóták tesztjén az eltításoknak köszönhetően. Silverstone-ban itt most nekik mindenre szükségük van arra, hogy lehetőleg több adatot gyűjtsék be az első és a második szabad edzésen. Nagy Gábor kérdez a második DRS zónáról, ezt kivesézzük majd a felvezető műsorok valamelyikében, illetve a második szabad edzésen, mert érdekes ez a rövidke második DRS zóna, ugye a rövidke kettes, a egyes kanyarja után a kettes felé. Viszont nem felejtsük, egy kombinált DRS zónáról beszélünk, tehát nem különálló DRS zóna került a kettes kanyar felé, tehát a egyenesbe. Annak nincs külön érzékelés. Hanem gyakorlatilag egy érzékelési pont van az utolsó kanyar előtt, vagy a célegyenesre kigyorsítanak, és aki ott távolságon belül van, az nyithatja a célegyenesben is, és a második egyenesben is majd a hátsó számára. Tomi, mit gondolsz erről a lehetőségről? Szerinted segít? Szerintem túl rövid. Még akkor is, hogyha az első, a célegyenes végén abszolút a fenekébe érkezel valakinek, vagy esetleg védekezésre kényszerített? Hogyha nagyon-nagyon közel van egymáshoz két versenyző, akkor van reális esélye, mert egyébként ugye a DRS is csak egy bizonyos sebesség felett hoz nagy különbséget, és egyébként is a kettes kanyar ugye elég erősen a kanyarban fékeznek a versenyek. És lejjebb kifelé és dől az egész kanyar, tehát eleve kívülről nehéz megcsinálni. Én arra gondoltam, hogy akkor működhet jól, és azért örültem ennek a megoldásnak, hogyha DRS-sel viszonylag közel, vagy gyakorlatilag támadó pozícióba kerülsz a célegyenesbe, de a védekező bemegy a belsőjébe, akkor kívülről már elve jobban gyorsítasz ki, és a DRS haszt még mellé használva adhat esélyt arra, hogy nem lesz egyszerű, de talán láthatunk emiatt több előzést. Igen, így érdekesebb lehet egyetértve. Daniel Ricciardo jön el Kimi Räikkönen mellett. Hungaro Kings, hát elég akkor az a felirat, de azért észre lehet venni a Kimi feliratomat látható. Nem használja a Lotus, Zoli mutogat nekünk a képernyőn, ezt önök nem látják, de ezen a hétvégén eddig nem került elő a dupla DRS, vagy a passzív DRS. Ugye sokan pedzegették, hogy, sőt Zoli látta is a gépátvételen. Így van. Hogy néhány csapaton, aztán a Force India nem, a Williams-t is fent volt valami. Williams-nél a passzív DRS próbálják, hogy szeretnék megpróbálni. Ez Spában lehet igazán nagy jelentőség, ott működhet majd hatékonyan. Ugye a Lotus már bevetette futamon idén először, és eddig egyetlen
csapatként. Itt most nincs fönt a Lotusnál, tehát nem dolgoznak ezen a rendszeren. Aztán persze könnyen elképzelhető, hogy ezeken a gépátételen ezek még ilyen előzetes kezdemények, csak azt nézik, hogy megfelelnek a szabályoknak. Hogyan fejlesztenek tovább, meg milyen irányba menjenek. Úgyhogy hát ugye ezt is sokszor elmondtuk már, hogy egy irtózatosan kemény és kiélezett fegyverkezési verseny zajlik a háttérben. Azt hát egy gyönyörű kép. Szóval, hogy folyamatosan próbálgatják, hogy mi a szabályos, mi a nem, meddig mehetnek el, meddig nem, és aztán nyilván a visszajelzések alapján reszelgetik a vasat, pestiesen szólva. Na hát letelt a másfél óra, ez volt az első szabad edzés élő egyenesben a Hungaroringről, és nem menjenek messzire, mert elvileg Kovács Robert kollégám leszervezett néhány interjút, aztán, hogy ebből lesz-e valami, vagy nem, azt nem tudjuk, de ez természetesen az ő hibája lesz, hiszen azért, hogyha egy pilótának sürgős beszélgetni valója van a saját versenymérnökével, meg a többiekkel, akkor nyilván az élvez előít, és nem a televíziós szereplés, de mindenképpen készülünk arra, hogy majd kapcsoljuk élőben Kovács Robert kollégánkat a pedokban, illetve a Box utcában. Itt vannak a Virelisek, itt van Dávid a Vászeki, megebédelhet még, és akkor majd várjuk ide a kettőkor kezdődő második szabad edzés elejére. Remélem vele is nagyon kedvesen el fogunk beszélgetni. Suzy volt nagyon helyes, azt hiszem, hogy ezt megállapíthatjuk. Sebastian Vettel nyerte tehát a képen látható Mark Webber előtt az első szabad edzést, 1.22.7.23 a győztes idő. A mai délelőttön a Hungaroringen ennél persze még lesznek jóval gyorsabb körök, folyamatosan javul a pálya, fokozatosan javul a pálya, miközben Adrian Newey most a pálya elégedette, és Christian Horner csapatfőnök, hogy hát egyelőre jó irányba haladnak.